Wang Tie professzor, a Pekingi Central Academy of Fine Arts oktatója, egyetemünk díszdoktora, kihelyezett szabadkézi rajzi és művészettörténeti kurzust tartott városunkban kínai hallgatók számára. Ez a kurzus a pécsi építészetről szól. Erről a témáról ez év márciusában már beszéltünk Bachmann Bálint dékán úrral. 10 kínai egyetemről hívtunk résztvevőket, professzorokat és hallgatókat, hogy meglátogassák a várost. Kína legrégebbi művészeti egyetemére jöttem, mely már 3 éve működik együtt a Pécsi Tudományegyetemmel. Eddig is jó eredményeket tudtunk felmutatni, a mostani kurzus pedig kitűnő lehetőséget ad, hogy megismerhessük Magyarország és Pécs történelmi múltját. A hallgatók a pécsi épületek és terek felfedezése közben a város építészeti és művészettörténeti értékeiről sajátíthattak el ismereteket. A kurzus azonban nem annyira az elméletről, mint inkább a gyakorlatról szólt. Az egyes állomások szinte kivétel nélkül rajzlapokra kerültek. A város hangulata lenyűgözte a fiatalokat. A legjobban azt szeretem az itt létben, amikor elmegyünk a városba az emberek közé, és beülünk egy kis kávézóba, megkóstolni valami kávé különlegességet vagy sütit. A magyar emberek nagyon kedvesek és barátságosak velünk. Igazán örülök, hogy itt lehetünk. A 3 hetes kurzus terméséből, amint egy 150 alkotásból zárásként egy válogatott kiállítást rendeztek, amely Pekingben is bemutatásra kerül majd, valamint egy a kurzust és a képeket összefoglaló könyv is készülni fog.